Tehetséges diákokkal telt meg a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács székháza Szabadkán. Az Ady Endre ösztöndíjpályázat egyik nyertese, Weber Amarilla a gimnázium elvégzése után magyar nyelv és irodalom szakon folytatná tanulmányait. Nagyon örültem az ösztöndíjnak, és nagyon hálás vagyok. Ugye Zentai gimnáziumba járok, mivel hogy mindenképpen szeretnék tovább tanulni. Tanulmányaimat valószínűleg külföldön folytatnám, és magyar nyelvvel kapcsolatban szeretném, tehát irodalom és magyar nyelvvel kapcsolatos téren. Az ösztöndíjpályázat a Magyar Emberi Erőforrások Minisztérium által támogatott nemzeti tehetségprogram részeként valósult meg. A program lebonyolítója a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács volt. Az Ady ösztöndíj a szociálisan érintett, de kimagasló tehetséges diákokat támogatja. Ennek is van egy rendszere, ami azt jelenti, hogy egyrészt pontozásra kerül a szociális érintettség, másrészt pedig a diákok tanulmány eredménye és a versenyeken elért eredménye alapján szintén erről az oldalról is érkezik egy bizonyos pontszám. A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács alelnöke hozzátette, a tervek szerint a jövőben is meghirdetik majd a sikeresen működő Ady Endre ösztöndíjpályázatot.